Sok kedvenc receptem van. Általában kedvelem az egészségtelen, nehéz és fűszeres ételeket. De ha már választanom kell, akkor a kokovent említeném. Egy nem túl koros, kb. Másfél-két kilós kakast veszünk. A kakas belsőségeiből, lábából, alsó szárnyából, nyakából és fejéből, valamint fél kiló marhaszegyből és levesdöltségből húslevest főzünk. A kakas nemesebb részeit, mell, combok és felső szárnycomb 8 darabra vágjuk. 10 deka, lehetőleg húsos kolozsvári szalonnán, két nagy fej, apróra vágott makói hagymát megpirítunk, aztán hozzáadjuk a kakashúst, és szép vöröses barnára átsütjük. Ezután leöntjük a korábban elkészített húslevessel, a kakas vérével és 1 liter száraz vörös borral. Ha a kakas megpuhult, a húsdarabokat kiemeljük, és például langyos sütőben melegen tartjuk. A főzelékhez 2 púpozott evőkanál lisztet adunk, és állandóan kevergetve mártás sűrűségűre főzzük. A mártást a húsra öntjük, és csiga vagy eperlevél tésztával tálaljuk.